Jó, akkor beszéljünk egy kicsit Magyarországról is. Tehát ilyen világpremiér ez. Csak az egyetemen mondtam eddig. Akkor a magyar reformátusok mondtak valamit az államról? Tehát politizáltak a magyar reformátorok? Igen, 1545 óta a magyar reformátusok politizálnak. Nem semmi. Amikor az erdődi zsinaton, a település nem létezik, de Szatmárnémeti közelében volt valamikor, egy zsinati ülésen többek között ezt fogalmazták meg, fejedelmeinket pedig és a polgári törvényhatóságot tiszteljük, és azoknak hivatalit az Isten igéje szerint mindazokban, amelyek Istent és az ő dicsőségét nem sértik, engedelmességgel szeretjük. Amiben ugye minden benne van, amit mondtam, ami az új szövetségi alapozás, hogy a felsőbbség Istentől van, megvan neki a feladata, főleg, hogy előre segítse a jó, és büntesse a gonoszokat. És alapvetően engedelmeskedünk mint keresztények a hatóságoknak, de csak akkor, hogyha nem kérnek olyasmit tőlünk, ami ellenkezne Isten igéjével. És az itt szépen egy mondatba összefoglalták. Tehát már akkor is fontos volt állást foglalni. Ugye a magyarok eleve bonyolult helyzetben voltak, hogy most pontosan ki a király, meg hova tartozunk, meg ott van a török is, és hát most hogy lesz tovább. A protestánsok természetesen még duplán nehéz helyzetben voltak, amikor igazából az osztrák császár még abba is kételkedett, hogy ők jó alattvalók lesznek-e egyáltalán, vagy nem. Itt van az első állásfoglalás. Aztán van még néhány, de a legfontosabb, hogy van egy saját magyar református hitvallásunk, csak az olyan hosszú, meg bonyolult, meg mindenről is akartak írni, hogy a végén nem ez lett a magyarországi református egyháznak az alapvető hitvallása, hanem a második Helvét hitvallás, ami picivel rövidebb és közérthetőbb. De 1562-ben megjelent az úgynevezett Debrecen-Egervölgyi hitvallás, amikor az Egervölgyben szolgáló katonák, protestáns katonák bajba voltak, mert rekatolizálni akarták őket, nem akarták megengedni, hogy református Isten tiszteletre járjanak. Ezért kaptak nyomást a püspöktől és a római katolikus püspöktől, meg a császár, illetve a király, mert nem a császártól jött a pénz, de a király azzal fenyegette őket, hogy nem kapják meg a zsoldot, mivel ugye felkelők, és nem tisztelik a hatóságot. Ezért a debreceniek írtak egy hitvallást, amit az egervölgyiek fölküldtek a császárnak is, meg a királynak is külön-külön, és az egyik, tehát több rész szól a világi hatóságról. Egy cikkben, egy mondatban ezt írták, hogy a hatóság Isten rendelése a jók védelmére és a rosszak irtására, vagy ez megint az a római 13-ból van. És akkor később még sok mindent írnak. Tehát itt egy kupacba írtam össze, amit ők különböző helyeken írtak. Mi a világi felsősének, a világi hatóságnak a kötelességei. A következőket írták: a természet és Isten törvénye szerint cselekedjen, megvédje a hazát, adja meg a zsoldot, ugye, azt írták bele, ami az ő életükben volt fontos. Tehát Calvin ezekről nem nagyon írt. Hollandiában is téma volt ez többek között. Luther is ír arról, mert ott is voltak ezzel a problémák. Tehát itt teljesen zsinati szinten meg van fogalmazva, hogy a világi hatóság védje meg a hazát és adja meg a zsoldot. A közjövedelmet egyházra és iskolákra fordítsa, magyarul ne dorbézoljanak, ne tékozolják el az emberek pénzét, hanem tényleg az egyházra és az iskolákra fordítsák a közjövedelmeket, az adókat, büntesse a gonosztevőket és eretnekeket, ne rabolja el az alattvalók vagyonát a túl nagy adó miatt, ugye ezt zárójelbe tettem oda, és törölje el a bálványimádást, mindenki hallgassa Isten beszédét. Ja. Hogy ez a negyedik pont, büntesse a gonosztevőket és eretnekeket,
azt igazából úgy fogalmazták meg, hogy azt a fejedelemre is értették. Tehát ugye Debrecen Szapolyaihoz tartozott, inkább az egervölgyiek ugye a magyar királyhoz tartoztak, de mind a ketten sérelmezték azt, hogy a királyok hogy élik az életüket az udvarnál, mi mindent lehet látni. Ide nem írtam, de többször is írnak arról, hogy az alkohol ellen kellene fellépni elsősorban az udvarnál, de máshol is, meg a paráznaságot nem kellene tehát szigorúban kellene megbüntetni a paráznaságot, és ne azzal megbüntetni, hogy csak valaki fizessen valamit, és akkor le van tudva. Ami fontos volt még abban az időben, az a jogos háborúknak a kérdése természetesen, ugye főleg a debrecenieknek, de még az egervölgyieknek is ez nagyon nagy kérdés volt. Ugye Debrecen hol ide, hol oda fizetett adót, hol egy évben háromfele, mert mindenki szedett adót, és ők ezt eléggé megunták már. Azt is kérték, nem biztos, hogy ebben van benne, lehet, hogy a másodikban van benne, hogy ők dönthessék el, hogy most ki a király. Tehát ha a magyar király és az erdélyi fejedelem és a török nem tudnak dűlőre jutni, akkor legalább mindenki egy harmad részben szedje az adót Debrecenben, és nem 3x100%-ot szedjenek, mert ez így valójában nem normális. Vagy adják meg a lehetőséget Debrecennek, hogy Debrece döntse el, hogy kihez akar tartozni, és kész, csoda. Tehát, na, borzasztó. De hát ugye a katonáknak nagy kérdés volt, főleg az, hogy szabad-e, a fejezetnek az a címe, szabad-e a törökkel együtt harcolni? Mert volt olyan helyzet, amikor a császárnak a csapatai ott álltak valamelyik településnél, és le akarták rombolni. És egyedül nem megoldható ez a helyzet, hogy szabad-e a szomszédos török hadseregtől segítséget kérni, vagy sem. És levezették a debreceniek. Három lépésben a haza véleményért folytatott háború jogos. Tehát igazából az első lépés az volt, hogy az igazságos háború Istentől van, és akkor felsorolták, hogy például a hazának a védelme az egy teljesen jogos háború, amennyiben védelemről van szó, tehát nem támadok meg egy másik országot, hanem csak védem a saját hazámat, akkor ez egy teljesen jogos harc, amire Isten meg fogja adni az áldását. A második lépés, amit látjuk, végszükség esetén szabad még a gonoszoktól is segítséget kérni. Tehát ha a saját életemnek a védelméről van szó, akkor nem kérdezem meg a mentőtől, hogy milyen vallásom van. Ha mentőre van szüksége, akkor jöjjön valaki és segítsen. Kész. Vége. Tehát végszükség esetén még a gonoszoktól is szabad segítséget kérni, zárójelbe, amennyiben megmaradt a bizalom Istenben, tehát nem azért kérünk segítséget, hogy többek legyünk. Mert a 150 katona le tudja győzni a 80-at, és ezért nem. Tehát végszükség esetén, de akkor is megbízom az Istenben. És ha ezt mind összerakjuk, akkor ergo jogos önvédelem esetén szabad a törökkel együtt harcolni. Tehát debreceni református lelkészeknek az állásfoglalása. Szerintem elsősorban azért, hogy megnyugtassák a református katonáknak a lelki ismeretét. De alá tudták támasztani, hogy van olyan helyzet. Azért döbbenetes, nem? Tehát, ha csak úgy megkérdeztem volna, csak a kérdést tettem volna föl, hogy vajon a reformáció idejében a debreceniek mit mondtak arról, hogy szabad-e a törökökkel együtt harcolni, biztos, hogy mit tudom én, az emberek háromnegyedre azt mondta volna, hogy biztos nem. Csak aki a helyzetben volt, az tudja, hogy mi minden történik, és hány szempont van, amit érdemes figyelembe venni. Károly Gáspár megint egy bibliófordító, aki politikával foglalkozik. Ugye Tindélt már mondtam,
Az első az angol bibliafordító, aki a keresztény engedelmességről írt egy könyvet. Károli Gáspár is írt egy könyvet, sőt egyből kettőt. Két könyv minden országoknak és királyoknak, jó és gonosz szerencséjüknek okairól. 1563. Ki olvasta? Rajtam kívül. Se tudtuk, hogy van ilyen. Tehát a nyelvészek foglalkoznak ezzel a könyvvel, hogy milyen érdekes, hogyan Károli Gáspár használja a nyelvet. És egy teológiai tanulmányt olvastam. A jogászok, én úgy tudom, ezzel még megint nem foglalkoztak, de ha minden összejön, akkor ősszel egy konferencián fogok erről előadni, hogy Károli Gáspár, mint ugye esperes, Tiszán innen, nem Tiszán túl, tehát más egyházkerület, más közeg, egy picit azért, tehát a debreceniektől nagyjából függetlenül ő mit mondott. A könyv azért érdekes, mert hogyan mondjam ezt? Ő összekapcsolja a királynak a jelenét az országnak a sorsával. Ezt azért mondom így, mert Calvinnál láttuk, hogy ha az emberek hitetlenek, akkor kaptok egy zsarnokot. Kész. Hát így jártatok, hogy ez Calvinnak a gondolkodása. Most Károli Gáspár egy kicsit így fordítva ír a helyzetről, hogy azért jött a török Magyarországra, ezért lett Mohács, mert a vezető rétegnek az élete nem felelt meg a bibliai elvárásoknak. És ezért egy egész nemzet szenved, mivel a vezető réteg nem figyel oda Isten szavára. Tehát ha már Brüsszel, éppen beszéltünk róla. Károli Gáspárt érdemes olvasni, ha 16. századi magyart szeretnénk olvasni, de van kis, na mindegy. És akkor tök. A király felelőssége, hogy eltávoztassa magától és országától Isten haragját. Ott a török, és Károli Gáspár leírja. Kinek a dolga? Nem egyességet kötni a törökkel, mert ugye arra ment ki a játék, mind az osztrák császár részéről, mint az erdélyi fejedelem részéről, hogy jó, nem tudjuk legyőzni, akkor kössünk egyességet. És a török módra azt mondja, hogy persze, kötünk egyességet, aztán nem tartotta be, mert ugye a pogánynak tett ígéretet nem kell betartani. Ezt az angolok nem tudták, amikor azt gondolták, hogy a törökök mennyire példaértékűek a katolikus magyarokhoz képest. De hát később ők is rájöttek. A király felelőssége, hogy eltávoztassa magától és országától Isten haragját, hát akkor mit kell csinálni? Hát jó király legyen. És akkor milyen a jó király? Néhány, tehát ő hosszasabban írja, néhány pontban foglaltam össze. Kérjen bölcsességet Istentől, legyenek Istenfélő tanácsosai, fizesse ki a zsoltot, megint, ugye ez óriási probléma volt abban az időben, teremtsen egységet az országban, ugye háromfelé szakadt országról beszélünk, ne a pénzben bízzon, amikor a török basához oda megy, hogy na, kössünk békét, hoztam pénzt. És akkor ezt azzal lezárja, de, ez mind szép és jó, ez megtörténe, de legfőképpen szolgáljon Istennek és az ő szent fiának. Tehát magyarul egy hívő király, egy Krisztus mellett elkötelezett király az, aki Isten haragját el tudja távoztatni magától és országától. Nem is biztos, hogy mert olyan nagy hadvezér, hanem Isten azt fogja megáldani, amit ez a király tesz. És akkor megint ugyanabban az időben az 1567-es debreceni zsinat nagy cikkelyekben összefoglalta a legfontosabb dolgokat. Tehát gyakorlatilag a debrecen-egervölgyi hitvallást gondolták végig, aztán fogalmaztak egy rövidebbet, ami még mindig hosszú volt, de máshogy van megfogalmazva egy kicsit, tehát nem egy szövegváltozatról van szó, hanem tényleg újra leültek és újra megbeszélték a dolgokat. És akkor néhány álláspontot olvasom föl. Az alattvalók engedelmességgel és adókkal tartoznak, a hatóságok a jó védelmével és a gonoszok irtásával.
Tehát ugye ők már úgy írnak, hogy van ide meg oda. Tehát ők azt úgy írják le, hogy ha, tehát mind a két részről vannak kötelességek, és kérjük azokat betartani. Követni kell azokat az emberi törvényeket, amelyek nem ellenkeznek a Szentírással, a hittel és a jó erkölcsökkel. Ugye ez megint ugyanaz, hogy Istenekkel inkább engedelmeskedni, mint embereknek. És itt van az a rész, amiről beszéltem, hogy a királyok vagy a fejedelmek engedjék meg, hogy alattvalóik önmagukat védjék meg, vagy pedig közvetlenül a hatalmasabb uralkodónak vessék alá magukat. Olyan debreceniaknek ez nagyon fontos volt, mert azt is megtiltották nekik, hogy megvédjék magukat, aztán nem védték meg őket, aztán háromszor fizettek adót egy évben, és akkor meg, na, nekik már elegük volt az egészben. Jó, tudom, hogy ez nagyon kevés volt Magyarországról. Az az érdekes, hogy ami a leginkább fáj a magyar reformátusoknak, az az udvarnak erkölcsi és lelki élete. Hogy ugye valamivel később az unitáriusok nagyon erősek lesznek az erdélyi fejedelemségben, és ha nem kötötték volna meg a vallási türelmet, akkor lehet, hogy most már nem is lennének unitáriusok. Tehát amikor az unitáriusok látták, hogy meg le vannak győzve, gyakorlatilag teológiailag is, tehát már nincs több érvük, akkor odahatottak, hogy a király kössön békét minden vallás felekezettel, és akkor abban ők is benne voltak. Tehát lehet ezt most kiemelni, hogy a nagy vallástürelem. Jó, oké, de hát olyan felekezetnek a keze van benne, akik a leginkább húztak ebből hasznot. Pont. Tehát a reformáció után nagyon fontos volt minden országban újra végig gondolni, hogy a Biblia mit mond a világi felsőbbségről, több szempontból is, a katolikus üldözés miatt, de azért is, hogy állást tudjanak foglalni a mindennapi ügyekben, hogy mi a Biblia alapján ezt meg azt látják. Ugye, amikor ez meg van fogalmazva, akkor utána már annyira nem fontos, hogy ezzel a kérdéssel nagyon foglalkozzanak. A francia forradalom után lesz újra fontos. Én egy kis pillanatot kérek, mert lett egy nagyon fontos ügyem. Jó. Tehát a reformáció után nagyon fontos lesz a Biblia alapján megfogalmazni, hogy hogyan gondolkodunk a világi felsőbbségről. Aztán 1789-ben kitör a francia forradalom, amiben ugye az anabaptista gondolat van a háttérben igazából, hogy nem kell nekünk főnök. Ugye a nép az szuverén, a nép dönt mindenről, de Istent is akarták kizárni az egészből. És akkor ugye a franciák olyan jók voltak, hogy egész Európát felszabadították az uralkodóktól, meg a rossz gondolkodástól, és bevezették az ő gondolkodásukat, és mindenki nagyon örült, vagy nem. Hollandok annyira nem, mert bennünket is megszabadították a királyunktól, bár nem, senki nem volt rá kíváncsi. Volt néhány kivétel, de na. 1813-ban ugye sikerül a francia csapatokat csak újra legyőzni, és akkor, újra kell gondolni, minden keresztjének újra kell gondolni, hogy most itt van ez a francia forradalom, és azt mondják, hogy igazából az emberek szerződést kötnek, és valakit kijelölünk, aki a népnek a szolgája lesz, tehát a vezető a szolga igazából, és neki a közjót kell gyakorolni, de hogy mi a közjó, arról a többség dönt, de hát ez így bonyolult, ha mindenkitől el kell kérni a véleményét, tehát ezért küldünk képviselőt, és akkor majd ott a többség eldönti, hogy mi lesz mi a közjó, aztán kiderül, hogy ez egy kicsit így bonyolult, meg ők sem tudják eldönteni, hogy mi a jó, de nem baj, mert Napóleon lesz a császár, és amit ő gondol, az lesz a közjó. Úgy gyakorlatilag, hogy így ment a francia forradalom, abból nem nagyon tanultunk azóta se, csak mondom. A francia forradalom után Németországban, Hollandiában elindult olyan folyamat, hogy akkor most tényleg újra kell gondolni a keresztény államelméletet, vagy a keresztény politikai gondolkodást.
A németeket nem hoztam. Van egy Stahl nevű zsidó származású, evangélikussá váló jogász, aki erről nagyon sokat írt, de nem érdekes nekünk. Én Hollandiáról mondok néhány szót. Guillaume Groen van Prinsterről, ugyanilyen hihetetlen neve van, tehát ezt magyarul nem is lehet érteni. A Guillaume az a Lilmosnak a francia változata, a Groen az a zöld. Hogy miért zöld, az én sem tudom. És a Groen van Prinsterer család olyan gazdag volt, hogy az anyakönyvben, a születési helyként a kúriájuk van beírva. Tehát ők nem is tartoztak semmilyen településhez, tehát az ő kúriájuk az egy külön, nem is helyrajzi szám, hanem egy külön, mit tudom én, földrajzi egység volt. És privát temetőben van eltemetve. Tehát ez egyszerűen felfoghatatlanul gazdag emberről van szó, aki eredetileg történész, irodalmár akart volna lenni, de jogász lett belőle. És amikor 1813-ban Angliából visszatért a holland fejedelem Hollandiába, mert nekünk soha nem volt királyunk, nekünk mindig fejedelmünk volt. Mi köztársaság voltunk, ugye, a szabadságharc óta Hollandia köztársaság volt, de volt egy fejedelmünk. És amikor minden ország Európában, majdnem minden ország köztársaságá vált, mert ők királyságok voltak, mi létrehoztuk a királyságot. Ez teljesen komolyan, ez teljesen hihetetlen, hogy 1814 óta királyság Hollandiával, előtte nem is királyság. Volt fejedelmünk, csak az nem volt király. Aztán meg lett egy királyunk, aki olyan, mint Angliában igazából, hogy csak egy névleges, tehát neki nincs igazi szerepe, de amikor mindenki már nem akart királyt, akkor mi királyt akartunk. Ezek a hollandok. És ugye, tehát előkelő család, a király kabinetjének a titkára lett, és szembesült azzal, hogy mi történik a királyi udvarnál, akkor egy idő után már kezdett nem tetszeni, látta a problémákat, aztán 30 évesen, ha jól tudom, kérte a nyugdíjazását. Hát mert pénze volt, tehát ő nem a pénzért dolgozott, hanem csak legyen valami elfoglaltsága. És ő lett a királyi háznak a levéltárosa, és megírta a Hollandia történelmét a királyi ház, eredetileg fejedelmi háznak a levéltárai alapján. Aztán meg politikus lett, mert unatkozott. Nem, tehát ő fontosnak tartotta, hogy a református elvek megjelenjenek a közéletben. Ő szembesült azzal, hogy ez a gondolkodás, ami a francia forradalom mögött volt, az még mindig eléggé elterjedt volt. És ő azt mondta, hogy igazából a probléma az, hogy amikor az emberek Isten rendjével fordulnak szembe, már nem egységben látják a társadalmat, hanem csak egyéneket látnak, individuumokat látnak, amit görögül úgy kell mondani, hogy atom. Ugye, az egyén, az latinul individuum, görögül meg atom. És azt mondja, hogy ha már csak atomokat láttunk, tehát mindenki egyenlő, mint az atomok, ugye nem teszünk különbséget, senkinek nincsenek sajátos jellegzetességei, na, csak sikerül összeraknia. Amikor mindenki egyforma, akkor hogy fogunk ebből valaha is társadalmat építeni? Hát azt mondja, megkülönböztethetetlen individuumokból álló társadalomban csak központosított hatalommal lehet a közakaratot érvényesíteni. Tehát ha mindenki atom, akkor össze kell fogni az egészet nyomással, hogy egységben maradjanak, mert különben nem lesz belőle semmi. És lehet először testületekbe gondolkodni, de a végén arra jutunk, hogy ha mindenki 100%-osan és teljesen egyenlő, akkor kell egy ember, aki mindenkinek elmagyarázza a tutit. Tehát neki legyen teljhatalma, hogy mindenkinek elmondhassa, hogy mindenkinek mi a dolga, és hogy te ki vagy, az nem is számít. Ismerős valahonnan ez a gondolkodás? Igen. Hát ez azóta is megvan.
az azóta is megvan. Tehát minél több ember, tehát ha találkozunk egy emberrel, aki 100 millió emberi jogról tud beszámolni, akkor az ő fejében az a kép van, hogy ezt csak akkor fogjuk elérni, hogyha az én csapatom elmondja mindenkinek, hogy hogyan gondolkodjon. A magyar kormány kapott leveleket az ENSZ-től, ahol olyan emberi jogokra hivatkoznak, amelyek nincsenek is, csak néhány ember kitalálta. És a magyar kormány, nem tudom, nem nagyon találta rá a választ, csak félre söpörte, és néhány évvel ezelőtt leírtam ezt. És akkor a kettőt, egymás mellé raktam a kettőt. Hogy ez? 1840-ben elhangzott ez. Most itt vagyunk, 2022-ben voltunk. Hogy lehet tőlük tanulni. Lehet a holland reformátusoktól tanulni. Lehet a holland református gondolkodásra appellálni, hogy kedves ENSZ vagy Európai Unió, vagy lehet a holland reformátusokhoz is oda menni, hogy emlékeztek? Látjátok, hogy most mi történik? Nem kellene összefogni? Nem kellene egy egyházügyi hivatalt létrehozni Brüsszelben, hogy leállítsuk ezeket a hülyeségeket? 1840-ben Rufan Priestrel leírja, hogy mi a baj. Amikor már nem embereket látunk, hanem csak egyéneket, akik 100 millió joggal rendelkeznek, akkor végső soron lesz valaki, aki azt fogja mondani, és a közakarat az mindenkinek az lesz a jó, hogy azt teszi, amit én mondok. És azt mondja, Rufan Priestrel, ez a baj. Tehát bárhol láttunk központosítást, az ellen védekezni kell, az ellen harcolni kell. És ez volt az ő élete gyakorlatilag a parlamentben, hogy próbált ezzel harcolni. Ezt egy kicsit tovább fejlesztette később, és Abraham Kuyper az, aki ezt híressé tette, amikor arról beszélt, hogy igazából különböző szférák vannak az életben, különböző területek vannak az életben, és minden területnek megvannak a saját élettörvényei, és minden területen lesznek tekintélyek, akik a legjobban értenek ehhez, vagy a területhez, és a sok terület között az állam csak az egyik. Hogy az államnak koordinálni kellene ezeket a területeket, de nem beleszólni, hanem csak gondoskodni arról, hogy ezek a területek működjenek, de ami a területen belül történik, az a területnek a vezetőjének, vagy az ottani tekintélyeknek a dolga igazából. Tehát a legegyszerűbb példa az, hogy ne a miniszterek találják ki, hogy hogyan kell tanítani a gyermekeket, mit tudom én, második osztályba, mert azt a pedagógusok sokkal jobban tudják, csak központilag döntsük el, hogy második osztály végén hova juttassuk el a gyerekeket, aztán a pedagógusok eldöntik, hogy ezt hogy csinálják. Tehát az állam adja a keretet, a tartalmat mindig az a tekintély, aki, tehát az az ember, aki tényleg ezzel a területtel foglalkozik. És akkor Abraham Kuyper több, tehát egy előadássorozatot tartott, ő is úgy mondta, hogy kálvinizmus lényegéről, tehát a biblikus látásról. Ajánlom ezt a könyvet mindenkinek egyébként, tehát van egy fejezet kálvinizmus és politika, van egy fejezet kálvinizmus és művészet, amiből Géza is idézett. Boltban nem lehet kapni már, viszont van egy keresztény jogászok által létrehozott alapítvány, ők adják ki, és egy adomány cserébe tőlük meg lehet kapni ezt a könyvet. Föl fogom rakni az elérhetőségüket a Facebook csoportban, hogy megtaláljuk, és hát amennyit gondolunk, de érdemes ezt kérni tőlük, vagy így megrendelni, mert tágítja a látókörünket. És onnan vettem ezt. Kuypernek a gondolatai az állami hatalomról. A népek felett rendelkezési joggal soha semmiféle teremtmény egyedül csak Isten bírhat, mert a népeket egyedül Isten teremtette, mindenható erej által ő tartja fenn, rendeleti által ő kormányozza. Kettő a bűn. Politikai területen Isten közvetlen uralmát megtörte, azért ő
az emberek közé a felsőségi tekintély gyakorlását, mint mechanikai segédeszközt vezette be. Mindjárt mondok róla néhány szót arról, hogy mechanikai. És akkor három, az uralkodó hatalom bármilyen formában lépjen is fel, sosem bír hatalommal egyik ember a másik felett, csak akkor, ha ez a hatalom Isten felségétől szállott alá a számára. Tehát Kuiper különbséget tesz a, hogyan mondjam ezt, a természeti és a mechanikai hatás között, és amiről én beszéltem, hogy ha, mit tudom én, 150 pedagógust rakunk egy teremben, akkor elég gyorsan kiderül, hogy ki az, akinek megvan a legtöbb tapasztalata és a legjobb belátása. Ugye? Tehát ha összerakjuk őket és beszélnek egy témáról, akkor elég gyorsan kiderül, hogy az adott területen ki a szaktekintély. Azt mondja, ez egy teljesen természetes dolog, hogy minden területen kialakulnak ezek a természetes szaktekintélyek, ha kívülről nem szólnak bele. Ugye? Tehát ha valakinek adnak egy zsák pénzt, vagy valakinek adnak hatalmat kívülről, olyas valaki, aki nem ért az egészhez, akkor bárkiből lehet vezető, amik a tudatlanságnak a határát, vagy a tehetetlenségnek a határát nem érje. De ha természetes módon csak azokat az embereket rakjuk össze, akik értenek ehhez a területhez, akkor ők maguk között el tudják dönteni, hogy ki az, aki a szaktekintély, ki az, akire érdemes hallgatni. És ez állítja szembe az államhatalmat, mint mechanikai segédeszköz, amely kívülről jön, és itt a különböző területek között próbál rendet rakni, de azt mondja, hogy egyik területből sem lesz automatikusan állam. Tehát egy állam egy külön szféra, amire az emberi bűnösség miatt van szükség, de igazából normális módon nem kapcsolódik semmihez. Csak vannak emberek, akik Istentől kaptak felhatalmazást, hogy egy társadalomnak az életét tekintsék át, és őrizzék meg azokat a határokat, amelyekre azért van szükség, hogy a határokon belül a normális élet folytatódhasson. Megvan nagyjából, hogy ő ezt hogy látja? Hollandiában, tehát 1830-ban Groen van Prinsterer elkezdi ezt a gondolkodást, és gyakorlatilag 1960-as, 70-es évekig ez nagyon meghatározó gondolkodási irány Hollandiában. Tehát erről egy külön egyetemi sorozatot lehetne tartani. Na, azon belül még van sok minden más. Van egy komplett filozófiai rendszer mögötte, amiről lehetne beszélni, de nem fogok, mert most nem az érdekes. Annyit akarok még róla mondani, hogy Sebessény Jenő volt az Magyarországon, aki ezt a Kuiperi gondolkodást akarta volna bevezetni Magyarországon. A Kálvin Szövetséggel még református pártban is gondolkodtak, de a magyarországi körülmények között az soha nem valósult meg. Egyrészt ugye ott van Trianon, és más dolog is fontosabb volt annál. Meg persze, hogy ez a református politikai gondolkodás az Magyarországon annyira nem is fejlődött ki egyáltalán. Tehát Sebessény Jenőnél és még egy-két embernél lehet erről olvasni, de ebből soha nem lett gyakorlat, később már pláne nem. És akkor volt még egy harmadik nagyon fontos időpont a világtörténelemben, amikor újra kellett gondolni azt, hogy keresztényként, hogy mit gondolunk az államról, az természetesen a második világháború volt. Amikor Olaszországban, Németországban kiderült, hogy mire képes egy állam, ha tényleg nincs határ. Ha istenítik akár a nemzetet, akár a vezetőt, és ha a vezető nem tud határokat, akkor na, ilyen körülmények között mit tudunk mondani? Szabad-e a Hitlert megölni? Dietrich Bonhoeffernek ez volt az egyik nagy kérdés, ő benne volt a németországi ellenállásban, és tőle van egy nagyon érdekes mondat, amikor azt mondja, hogy vannak azok a helyzetek, amikor a keresztény embernek vállalnia kell a bűnt. Vannak azok a helyzetek, amikor a keresztény embernek vállalnia kell a bűnt. Tehát amit Isten soha nem hagyott jóvá, de imádkozva azt láttam, hogy nincs más út. Tehát ő nem,
Ő jó személy szerint nem ölte meg Hitlert, de benne volt a társaságban, és nem támogatta, ugye ezt nem szabad így mondani, csak odaig jutott, hogy a Biblia alapján igazából nem lenne szabad, de emberileg nem látok más megoldást. És akkor vállalom. És akkor vállalom azt is, meg a következményeket is, Istentől, embertől, bármi legyen a következmény, de én nem tudok, itt állok, nem tudok mást. Mondja őfari értelemben. Ugye 1906-ban született nemesi családból származik, borzasztó, okos pasi, ha szabad így mondanom. Olvastam a disszertációját tavaly, szerintem. Hát én örültem neki, hogy 50 évesen kezdtem el olvasni. Tehát amit ő 20-valahány évesen írt, azt én 50 éves fejjel is csak nehezen fogtam fel. Tehát egyszerűen hihetetlen. A legfontosabb és leghíresebb műve a Követés. Remélem, hogy valaki olvasta. Ha nem, vegye meg, olvassa el. Napi egy oldalt lehet ebből olvasni úgy nagyjából. Tehát ez olyan sűrű, hogy egyszerűen hihetetlen, de nagyon jó. És Dietrich Bonhoeffer olyan 45-ben, tehát 44-ben került már börtönbe, amikor kiderült, hogy a ellenállásban van, 45-ben a háború utolsó napjaiban megölik. Tehát ha kicsit gyorsabban lettek volna az amerikaiak, akkor lehet, hogy még élt volna egy darabig, de nem. És egy kicsit hasonló, nem hiszem, hogy ismerte volna Kuyper gondolkodását, de hát ő néhány dolgot emelt ki, az egyház, a házasság és család, a kultúra és a felsőbbség, és a Biblia alapján úgy látta, hogy ez a négy dolog, amire az ember Istentől mandátumot kapott. Tehát ezt a négy dolgot mindenképp fejleszteni kell. A saját életemben, a családomban, ebben a négy dologban részt kell venni. Tehát ebből nem tudok magamat kivonni sem, de keresztényként kell ebbe, legalább ebbe a négy dologba bent lenni, egyházban, a családban, a kultúrában és a felsőbbséghez való viszonyban. És azt mondja, hogy ezek mandátumok, tehát Istentől kapott felhatalmazások, amelyek együtt állnak fenn, tehát egyik sem tud meglenni a másikkal, egymás felé irányulnak, ahogyan ugye egy egészséges gyülekezet egészséges családokra tud épülni, és egy egészséges társadalomban tud mindent elérni, amit szeretne, de korlátozzák is egymást, tehát ami az egyház dolg, vagy ami a család belső ügye, az más, mint ami az egyháznak az ügye. És a kultúra egy másik kérdés, azt mondja, el kell határolni egymástól, de ott fölött ott van az Isten, mint korlátozó hatalom. Ezt az egy mondatot írtam még ide, hogy igazából az állam nem hoz létre semmit. Csak szabályoz. Csak hogy mit szabályoz és hogyan szabályoz, ugye az azért nem mindek. És az utolsó, Karl Barth, aki teológiailag is egy nagyon érdekes figura. Bonhoefferben is megvan ez a gondolat, tehát ez párhuzamosan merült föl több emberben, akik azt mondták, hogy mi teljesen el szoktuk zárni, főleg az evangélikusok, teljesen el szoktuk szeparálni az egyházat és az államot. Mintha ez két különböző világ lenne. De ők azt mondták, de egy ideális világban az állami vezetők ugyanúgy érett keresztények, mint az egyházi vezetők. És mind a kettő fölött ott áll Krisztus. Tehát egy tökéletes helyzetben az államra is kellene alkalmazni azt, amit Krisztus tett. Tehát nem csak, tehát amikor Krisztus életét, szavait olvasuk, azt nem csak az egyházra, meg a vallásra kell alkalmazni, azt igazából az államra is kellene alkalmazni. És akkor Karl Barthnak volt ilyen, nem írtam az egészet, valami 8 vagy 9 pontba foglalta össze, de például ilyeneket mondott, hogy Krisztus emberré lett, ami azt jelenti, hogy Krisztusnak fontos volt az ember, hát ha az állam, egy társadalom, vagy akár egy településnek a vezetője Krisztus akarja követni, akkor neki is fontos legyen az ember.
konkrétan az ember. Ugye? Tehát nem az atom, hanem konkrétan azok az emberek legyenek fontosak, akik ott laknak, akiket ő irányít, vagy akiknek az életét ő irányítja. Hát ha Krisztus emberré lett, ha ez egyszer így van, akkor a keresztény politikai gondolkodásban is az ember álljon a középpontban. Olyan nem humanista akart lenni, csak a krisztusi szemléletet akarta rávetíteni a politikai gondolkodásra. És ha Krisztus kereste az elveszetteket, mert pedig így van, akkor a keresztény politikai gondolkodásnak is szociálisan érzékeinek kell lenni. Mert ha Krisztust akarjuk követni az állami hivatásunkban, akkor az csak így lehet. És mondom, hogy még több ilyen pontja van. A fájdalmam az, hogy gyakorlatilag itt megállt az élet. Tehát Bonhoeffer bedobott nagyon magas gondolatokat, Karl Barth hasonló gondolatokat dobott be, aztán kik kezdtek ezekkel foglalkozni? A teológusok. A teológusok olvassák ezt, és azt mondják, hogy hát, az inkább a jogászok dolga. És nem foglalkoznak vele. A jogászok azt se tudják, hogy ez van. Hát most a 25 olyan, nem is, 40. 40 olyan jogász van a Károly Gáspár Egyetemen, aki már hallott erről. De amúgy nem tudtak volna, hogy van ilyen is. Tehát itt gyakorlatilag megállt az élet. Van egy-két érdekes irányzat most. Amerikában van egy irányzat, ahol azt gondolják, hogy a keresztény államot úgy kellene felépíteni, ahol Izrael működött az Ószövetségben. Na, olyan is van, hogy egy az egybe kellene az Ószövetségi államberendezést most bevezetni, mondjuk Magyarországon. Nem mentem most bele, nem is olvastam, mert megint olyan 800 oldal, és na, valahol egy vonalat kell húzni. Tehát ilyen érdekes elgondolások vannak még per pillanat, de valahogy most látjuk, vagy láttuk. A reformáció idejében ezzel a kérdéssel gyakorlatilag az összes protestáns foglalkozott. A francia forradalom után történelmi okok miatt csak néhány országban lett ez fontos, hogy akkor gondoljuk újra keresztényként az államnak a működését. Aztán a második világháború után igazából ezek már csak utózengések. Hogy volt még két olyan ember, vannak még azért, de főleg a teológusok között voltak, akik komolyan vívódtak azzal a kérdéssel, hogy a második világháború után hogyan beszélhetünk egyáltalán keresztény államról. Na most szembesültünk azzal, hogy mire képes az állam. Hát akkor keresztény államról beszéljünk. És utána, szerintem a 60-as, 70-es évek után gyakorlatilag ez a téma teljesen eltűnt. Mert más dolgok lettek fontosak, vagy más irányzatok jöttek föl. Jó, de nem... Ja, bocsánat, 68-ban halt meg, nem. Igen, bocsánat. Ja, nem lett 100 éves. 68-ban halt meg. Igen. Ezért mondtam, tehát 60-as, 70-es években lezárul egy időszak gyakorlatilag. Ami... Beszéltünk róla. Nagy kár. Én nagyon örültem neki, hogy a mai napon erről mondhatom néhány gondolatomat. Még nagyon az elején vagyunk, mint kutatócsoport is, és mint tanárok is az egyetemen, mint egyház pláne, hogy nyilatkozataink vannak, de jobb lenne, hogyha elvi álláspontjaink lennének, meg egy végig gondolt, álláspontunk lenne, úgy konkrétan az alapokról. Tehát még hosszú út áll előttünk, hogy szépen lerendezzük, leírjuk, levonjuk belőle a következtetéseket. Én remélem, hogy sikerült ezzel egy kis, ízelítőt csinálni, hogy lehet keresztényként politikai kérdésekkel foglalkozni úgy, hogy nem pártpolitikával akarunk foglalkozni,
hanem egyszerűen a Biblia alapján szeretnénk tisztán látni, és amikor tisztán látunk, utána lehet véleményt formálni arról, hogy a mi országunkban, a valóságban, a mi településünkön, vagy országos szinten ez megvalósul, vagy nem valósul meg, mi lenne jobb, mi nem lenne jobb, és akkor van hivatkozási alapunk egyrészt. De talán lesz akkor bátorságunk is a megfelelő emberhez oda menni, és elmondani, hogy én úgy láttam, hogy ebbe az irányba kellene még elmennünk.